A múlt héten voltam egy túrán, ami talán nem is túra, annál egy picit több volt. Egyik ország, szomszédos ország legmagasabb hegyére mentünk föl, és tudjátok, volt egy olyan szakasz, nem is egy, hanem több, amikor talán veszélyes helyeken mentünk, gleccseren, ami ugye a fagyott jég. A meredekség az volt, ahol 40 fokos volt a lejtőnek, tehát úgy nem az volt, hogy hát akkor arra elindulunk, hanem a kitaposott ösvényen mentünk. És nem úgy mentünk, hogy egyesével ki hogy akar menni, hanem össze voltunk kötve egy kötéllel, egy hegymászó kötéllel. És nagyon sokat tanított nekem az a kötél. Azt tanította, hogyha a hegymászásban, hogyha megyünk a kötélre, hogyha nagyon laza, akkor húzzuk a földön, de akkor úgy semmit nem ér. Ha valamelyik elesik, esetleg elkezd zuhanni, a laza kötéllel nem fogom tudni megtartani. Ha pedig nagyon szoros a kötél, nagyon feszes, akkor akadályozom azt az embert, aki előttem megy. Gátolom a mozgásába. Itt vagyunk most közel százan, és mi közel százan rákapaszkodunk egy kötélre. És ezen a kötélen akarunk menni föl a hegyre, föl a kereszthez, a csúcshoz. Azért, mert ott valaki vár. És ez lesz az egyik alkalom, amit úgy hívnak a hegymászásban, hogy beszállás. Amikor leveszem a hágóvasat, amikor lerakom a jégcsákányt, lerakom a túrabotot, és beszállok a falba, és elkezdek sziklát mászni, összekötve a másikkal. Itt vagyunk ezen a ponton, amikor a zenészek az énekekkel próbálják a lelkünket csendesíteni, próbálják a lelkünket emelni. És itt lesz Tamás az ő üzenetével, amivel mutatni akarja az utat nekünk. Mutatni akarja, hogy merre menjünk. Amikor a gleccseren mentünk, akkor ott csak egy nyom volt. Ott nem lehetett egy lépéssel balra, vagy kettővel jobbra menni. Csak a nyomba. És tudjátok, 13-an voltunk, három csoportba. És azt láttam, én voltam a legutolsó ember, én mentem leghátul, azt láttam, hogy a 12 ember közül senki nem akar új utat keresni. Senki nem mondta, hogy hát én jobban tudom az utat, hogy arra kell menni, vagy amarra kell menni. Bíztunk az előttünk menőbe. Bíztunk benne, és hagytuk, hogy vezessenek bennünket. Mert ilyen a vezetés, a bizalom, az szükséges hozzá. Szeretném, hogyha most énekelnénk, és gondolkoznánk azon, hogy miért jöttünk ide, készítsen már bennünket Isten az ő lelkével erre az estére. Mi is nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Az első kérdésem, hogy látható-e, hogy milyen felirat van a pólómon? Igen. Ki az, aki ismeri ezt a film sorozatot, hogy Star Wars? Tegye fel a kezét. Oké, két alak jutott eszembe erről a film sorozatról, és azért vettem ezt a pólót, hogy részben szemléltetés legyen, hogy mindenkinek talán így közelebb jusson a téma, ami a férfi konferencnek a témája. Van két olyan szereplő ezekben a sorozatokban, akit úgy hívunk, hogy a mester és a padawan. A padawan az egy ilyen tanonc, aki nem tudná, egy ilyen tanítvány. És most azt gondolom, hogy akár hogy is vagyunk, valamilyen értelemben valaki már egyfajta mester, egyfajta vezető, ha más nem a családjában vezető. És lehet, hogy van itt valaki olyan, aki esetleg még csak egy tanítvány, esetleg még előtte áll, hogy akár egy családot vezessen, akár egy szolgálatban vezető legyen. De sokat fogunk hallani erről, hogy talán miért is jó az, hogyha akár már akkor elkezd valaki gondolkozni az utódképzésen, amikor még arra nincs rá szükség. És ebben a filmsorozatban ezek a mesterek továbbadják azt a sok tudást a tanítványoknak, hogy tudjanak harcolni a gonosz, a sötét erők ellen. És nem tudom, hogy a saját életünkben
most így a filmből át ragadva egy kicsit a gondolatunkat a jelen élethelyzetünkre és a kihívásainkra, mennyire érezzük talán ezeket a harcokat a saját életünkben, a sötét erővel való küzdelem, az ördögnek a támadásai, kísértései, mennyire tudnak minket akár a mindennapokban földbe döngölni. Mégis azt mondja az Efézus 6, végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vérelem folyik, hanem az erők és hatalmasságuk ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelki ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Erre hívok most mindenkit, hogy ilyen módon vegyük fel együtt az Istennek a fegyverzetét, férfiak, testvérek az Úrban, és így kezdjük el ezt a hétvégét, hogy felöltjük az Istennek a fegyverzetét. Álljunk föl, és így kezdjük el az első énekünket a dicsőítésben. Mit vagy tudom, Jézus enyém. Egy olyan rövid bátorítás volt még bennem, mielőtt a következő éneket énekeljük, hogy
hogy amikor imádkoztam, hogy miben szeretne Isten vinni a dicsőítésben, vagy ebben a néhány énekben, akkor nagyon az a szó jött elém, hogy szuverén azt tesz, amit akar, akkor, amikor akarja, úgy, ahogy akarja. És lehet, hogy arra hív Isten ma este minket, meg sokunkat, hogy megpihenjünk azokból a túlzott proaktivitásokból, amiben sokszor vagyunk férfiakként. És kicsit hátralépjünk, visszalépjünk, és a proaktív üzemmódból egy reaktív üzemmódra menjünk. Ahelyett, hogy folyton törtetünk most előre, lehet, hogy sokan ilyen helyzetben vagyunk a hétköznapokban, most álljunk meg, ahogy a 46. Zsoltár mondja, hogy csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. És ugyanez a Zsoltár mondja azt, hogy jöjjetek, és lássátok meg, kinek a tetteit, az Úr tetteit, nem a mi tetteinket, az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat cselekszik a földön. És hogy megyünk tovább a dalokban, tegyük most meg ezt a fókuszváltást, a proaktivitásból a reaktivitásba. És hiszem, hogy Isten meg fogja nyitni a szemeinket a láthatatlanokra, mert nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézünk. Láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. És nyissa meg Isten most a szemünket azokra a láthatatlanokra, amiket ő végez, amik előbb vagy utóbb nyilvánvalók lesznek. Ennek az ideje legyen most ez a következő két dal még. Csodáj, hallottál, megjön meg a mert.
dicsőséges, fenséges, irgalmas, páratlan mindenben hűséges, fenséges, irgalmas, páratlan mindenben hűséges, fenséges. Csodálok én, trónomnál állva, a menny és a föld összeér. Újjá lesz minden, a közelségettől, minden terem. Világosságom és segítségem, te vagy Uram, kitől félnék. Életem ereje, csak te vagy, miért rettegnék. Megóvsz engem a veszedelemben, és elrejtesz szárnyaid alá. Csak egyetlen vágyam van, hogy lakhassam házadban életem idején. Lábadnál hadd időzzek el, és gyönyörködjek benned, amíg csak élek én. Felemeltet fejem. Felemeltet fejem, mikor hívtalak, te meghallgattál. Sziklára állítottál, minden bajból kimentettél, ezért szívem téged áll. Erős karoddal vezet, és ő
lassan ázottan életem idején. Lábannál ad időszeket, és gyönyörködjek benne, amíg csak élek én. Csak egyetlen. Csak egyetlen vágyam van, hogy lakhassam házadban életem idején. Lábannál ad időszeket, és gyönyörködjek benned, amíg csak élek én. Köszönöm, Atyám, hogy így lehetünk itt a Te lábaid előtt. Köszönöm, hogy kihívtál minket minden népből és nemzetből. Köszönöm, hogy a bárány vérén keresztül igazzá tettél minket. És köszönöm, hogy semmi sem választhat el már a Te veled való közösségtől és a veled való bensőséges kapcsolattól. És köszönöm, hogy erre az ígéretre és erre a szövetségre és ennek a szövetségnek a vérére állhatunk ma este. Köszönöm, hogy nem vagy távol közöttünk, nem vagy távol tőlünk, és itt vagy közöttünk. És köszönöm, hogy ennek az ígéretnek, ennek a szövetségnek része az is, hogy szólsz hozzánk, hogy nem vagy néma. És így nyitjuk meg erre is a szívünket. Amit Te szólsz hozzánk, az legyen meg. És hát, hogy ne csak halljuk, hanem cselekedjük is azt, amit beszélni fogsz hozzánk. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Tamás, jó mondta Csabi. Tisztelettel és szeretettel üdvözöllek benneteket, bár egymás közt mondhatnám azt is talán, hogy sziasztok, srácok. Ennyi férfit együtt látni, gondolom egy húzós hét van mindannyiótok mögött, azért ez egy különleges dolog. Az jutott eszembe, ahogy itt a imádkoztunk kint a teremben, ezért az alkalomért, hogy nem tudom, fölfigyeltetek-e rá, de a világ is keresi ma az utat vissza a férfiassághoz. Ez egy komoly kérdés, hogy mit jelent ma férfinek lenni. A férfi identitás, mondhatjuk, hogy elég komoly krízisbe jutott. És hát a bűn ezt is áthatja, hogy bennünkből ki akarja hozni a gonosz ugyanúgy a rosszat, de Isten lelke munkája a férfiasságnak az igazi oldalát, azokat az erőket, vagy férfi energiánkat, amik Isten tükrözi. Szóval, hogyha utána néztek egy kicsit, hogy ma merre mennek azok, akik keresik, hogy miről is szól ez az egész, hozza el a férfiaknak a sötét oldalát, a bennük élő macsót, akik ugye, mit tudom, le tudnak venni egy nőt a lábáról, de már sokkal nehezebb feladat megmaradni mellette, és szeretettel gondját viselni neki is, meg a családnak is. A gyereket is meg tudjuk csinálni, férfiak, az benne van. De utána gondot viselni, és egy életre felelősséget válni értük. Na, abban már sokan kimenekülnek. Ma mit jelent férfinak lenni? Ez egy nagyon komoly kérdés. Szociológusok beszélnek arról például, hogy egy apátlan nemzedék nő fel. És hogy a férfiakkal a legnagyobb baj, hogy nincs előttük férfi minta. Isten a férfiasságba belecsomagolt egy olyan üzenetet, amit önmagáról mutat meg. Minden férfiben elvileg ott él egy harcos, aki szembe tud és szembe mer szállni a gonosszal. Ott él egy atya, amelyik gondot tud viselni, és a legjobbat ki tudja hozni a felnövekvő nemzedékből. Ott él benne a hős, amelyik tud hódítani Istennek vissza mindazt, amit a gonosz elbitorol. Szóval bennünk van egy csomó dolog, és jó látni bennetek, hogy itt vagytok, és odaszálljátok az időt arra, hogy most olyan dolgokkal foglalkozzunk, amire Isten hív bennünket. Ugye ennek a hétvégének van egy címe, amit a szervezők adtak, amit ők kitaláltak, ez egy sport metafora, egy sport hasonlat, és nem tudom, egy ilyen izmos vacsora után mennyire volna kedvetek így odaállni a pályára ezt gyakorolni, amit itt látunk a képen. De hogy ez a metafora, ez sokat elmond ennek a hétvégének az üzenetéről. Ugye staféta átadás, és van egy alcím is, a tudatos generációváltás, ahol mind a kettő nyer. Azt kell, hogy mondjam, hogy
az egyházak életében és a miénkben is ez egy eléggé komoly kihívás, nagy a tétje. Gondolkodtam, hogy hozzak ide statisztikákat, elkértem Pétertől, kaptam egy-két diát, de leegyszerűsítve mondom, hogy ma a Magyarországi Baptista Egyház, hogy maradjunk a saját házunk táján, azzal a kívánssal néz szembe, hogy körülbelül háromszor annyi avatott vezetőre lenne szükség, mint amennyi van, de ha azt nézzük, hogy az 50 évtől fölfelé és az 50 évtől lefelé hány ember van benne ebbe a szolgálatba, akkor azt kell mondjam, hogy azt őrizni tudjuk, ami most van, ahhoz is körülbelül háromszor kevesebb fiatal jön mögöttünk. Nagy a lyuk. És azért mondom ezt, mert a mai témánk szempontjából én azt a feladatot kaptam, hogy egyrészt ebbe a staféta átadásba, a tudatos generáció váltásba helyezzem bele azokat, azt a témát, ami az én fő témám, és ezzel elindítsam ezt az egész konferenciát abba a fókuszban való gondolkodásban, amiről lesz szól a tudatos generáció váltás, ahol mind a ketten nyernek, tehát az is, aki átad, és az is, aki átvesz valamit. És a mai előadás az a két fókusza van, a vezetés és a staféta átadás. Péter, mikor írta a felkérést, az alapján három lenne, mert ő azt kérte, hogy a vezetés teherhordozás, és akkor kiderült, hogy mindez a staféta átadás fényében. De nekem van egy nagyon jó barátom, Jánosnak hívják, és azt szoktam mondani, hogy Tamás, te nem vagy a szavak embere, inkább a körmondatoké. És akkor én tudom, hogy ő arra gondol, hogy mindig bajba vagyok az idővel, itt látom, és a sarokban már problémám van vele. Szóval ezt a teherhordozást, ezt elhagytam, majd a játszótéren biztos van egy-két olyan elem, ahol lehet nyomni, azt kipróbáltjátok. Viszont a vezetés és a staféta átadás lenne ma a fókuszban, és így indulnánk el ebben a nagyobb témakörben. Hadd kérdezzem meg azt, mielőtt tovább mennék, hogy hányan tudjátok magatokról azt, hogy ti vezetők vagytok, vagy gondoljátok azt, hogy vezetők vagytok, most akármilyen szempontból. Jó, hát közel a jelenlévők fele kétharmada is örülök ennek. Én remélem, hogy bizonyos szempontból majd lesznek olyan kihívások, hogy úgy megyünk majd el innen, hogy mindannyian ráébredünk, hogy lehet, hogy valamilyen szempontból itt mindenki vezetőként kell, hogy viselkedjen. Ugye a vezetéstudomány megkülönbözteti a formális és az informális vezetőt. Vannak vezetők, akiket hivatalosan kineveznek, odaakasztják a nyakába a táblát, hogy főnök, ő tudja, hogy ő vezető. De az enyémben csak az van, hogy Tamás. Szóval van az informális vezetés, ami a közösségeknek a hálózatában vannak olyan emberek, akikre mások figyelnek. Lehet, hogy nem vezető, szervezeti oldalról nézve, de a többiek figyelnek rá, hogy mit gondol, mit tesz, mi az ő véleménye. És én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben minden hívő férfit Isten a társadalomban egy ilyen embernek szán. Érdemes ezen elgondolkodnunk, hogy ahol mi vagyunk, a munkahelyünk, a baráti körünk, a családunk, a szomszédság, ott megjelenünk, ott vagyunk, mint férfiak valahogy, és hatást gyakorlunk. És akire figyelnek, akinek a szavára adnak, akinek a mintáit lemásolják, akikre úgy gondolnak, hogy jó tőle tanulni, az vezet. Akkor is, ha nincs ilyen tábla a nyakába akasztva. És valahogy mi erre vagyunk meghívva, hogy Jézushoz tudjunk vezetni embereket, akik tőle távol élnek. Tehát én remélem, hogy ahogy megyünk végig ezeken az előadásokon, hallgatjátok majd ezeket, látni fogjátok, hogy van egy ilyen elhívása minden férfinek. És mielőtt beleugranék a nagy témába, szeretnék egy kérdést föltenni, hogy kicsit gondolkodjunk erről, és helyre tegyük magunkba azt, hogy honnan is tanulhatunk, miből meríthetünk. Ez a kérdés, hogy honnan tudjuk, amit tudunk. Tehát amikor úgy gondoljuk, hogy valamiről tudunk valamit, azt milyen alapon is gondoljuk. Mi keresztjének szeretnénk azt gondolni, hogy a véleményünk, a meggyőződésünk, a gyakorlatunk, az életvezetésünk, amit csinálunk, az Istentől függ, tőle származik. És hát úgy hívjuk ugye azt, hogy milyen alapon is érthetjük mi meg azt, hogy Isten mit gondol bizonyos dolgokról, hogy kinyilatkoztatás, hogy Isten az emberrel szóba áll. És van egy kommunikációs elv, hogy látjátok, hogy a nagyobb alkalmazkodik a kisebbhez, például a felnőtt a gyermekhez, a szakértő a laikushoz, és Isten az emberhez. Tehát amikor a Bibliához fordulunk, és szeretnénk megérteni, hogy Istennek mi a véleménye valamiről, hogy ahhoz igazodni tudjunk, akkor tudjuk azt, és már eleve ezért csodáljuk őt, hogy egy
milyen fantasztikus transformáció megy végbe, hogy Isten kinyilatkoztatja önmagát, a szándékait és az útjait, hogy mi ezt megértsük. Ugye ő azt mondja, hogy a ti gondolataitok nem az enyém. Amilyen magas az ég a földhöz képest, olyan hatalmas a távolság, amit mi tudunk összerakni a fejünkbe, meg amit Isten gondol. Szükségünk van arra, hogy Isten szóljon hozzánk. De hogyan teszi ezt? A kinyilatkoztatás által ez a szó, amit az Új Szövetség használ, ez egy összetett görög szó, az első fele, az azt jelenti, hogy elvonni valamit, ott látjátok abba a zárójelbe. A másik az pedig, a kalum, az pedig leplet jelent. Tehát a kinyilatkoztatás az leleplezés. Ha ez nincsen, akkor mi erőnek erejével nem tudjuk kifürkészni, hogy kicsoda Isten, mit gondol, mi az ő szándéka, mi az ő útja. Ő az, aki leleplezi önmagát előttünk. Például egy szoboravatásnál látjuk ezt, hogy lehúzzák a leplet, addig lehet sejteni dolgokat, de konkrétan mi van alatta, azt csak azután látjuk. Na, ilyen a kinyilatkoztatás is. A kinyilatkoztatásnak van három csatornája, vagy három módja. Az egyik, az a speciális kinyilatkoztatás, így hívjuk mi ezt a teológia nyelvén, ez a Biblia, hogy Isten szóba állt az emberrel, és ezt a kommunikációt, ami Isten ember között zajlott, ezt leírták a szentírók, a szentileknek a felügyelet alatt. A másik, hogy kijelentette önmagát egész konkrétan Krisztusban. Ha látni szeretnénk azt, hogy mit jelent férfinek lenni Isten szerint, nézzünk Krisztusra. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen Isten, nézzünk Krisztusra, ő önmagát tárta föl Krisztusban. Tehát ez a speciális kinyilatkoztatás, ott látok néhány igét. Ott van az általános kinyilatkoztatás, ez az, amit a tudomány is kapírgál. Az ige beszél arról, ott például látjátok a 19. Zsoltárt, vagy a Római Levél első fejezetét, hogy mivel a világot Isten teremtette, amiben mi benne élünk, és benne minket, ezért Istennek az alkotásait értelmesen vizsgálva, őt magát lehet megismerni, felfedezni. Ez egy elég fontos dolog, és ha nézzük ott, akkor látjuk, hogy a teremtett világ, ugye ez a természettudománynak a területe, a történelem, a történettudomány területe, az ember, az összes humán tudomány területe, ez mind-mind Istenről beszél. A világ Istené, nincs két világ, egy van, amit Isten teremtett. Lehet, hogy bitorolja sok más az Isten alkotásait, de ez végső soron Istené. És amikor ezt értelmes szemmel vizsgálja valaki szívvel, akkor fontos dolgokat ismerhet meg Istenről, az ő terveiről, az ő szándékáról. És van a személyes kinyilatkoztatás, amikor a Szentlélek bennünk leplez le valamit Istenről. Ugye egy dolog, hogy mi az, amit megtanulunk a vasárnap iskolától, az Isten tiszteleteken keresztül Istenről, és van egy listánk Isten tulajdonságairól, egy csomó mindenről, amit róla tudhatunk. De egy másik dolog, amikor a szívünk mélyen a Szentlélek megvilágosít, és egész személyessé tesz valamit ő belőle. Ez a személyes kinyilatkoztatás, ott látok néhány igét. És a mai témánk, illetve ennek a hétvégének a témája is ebben az összefüggésben vizsgálható. Tehát, hogy honnan tudjuk, amit tudunk? Az igéből. Honnan tudjuk, amit tudunk? Úgy, hogy Krisztusra nézünk, hogy ő ki, ő milyen, ő mit tett, ő mit mondott, milyen példát adott. Aztán ott van az, hogy egy csomó olyan kutatás zajlik, amit be lehet vonni, tehát ha valaki szeretne elmélyülni a vezetés kérdésében, vagy az utódlás kérdésében, a staféta átadásban, sok dolgot, jó dolgot lehet olvasni. Ha elég alázat van a szívünkben, ezekből tudunk tanulni. És ott van az, hogy Isten velem akar beszélni, veled akar beszélni erről. Ugye egy dolog, hogy most szó lesz különböző témákról ezen a hétvégén. De a Szentlélek akar beszélni velünk arról, hogy na és ehhez mi közön van nekem? Nekem személyesen. Isten akar velem is kezdeni valamit. Szóval, hogy ezeket tartsuk itt szem előtt, hogy tovább is tudjunk menni, bármelyik téma is válik fontossá az előadásokból, vagy a szemináriumokból, amik rátok várnak. Akkor menjünk bele ebbe. Mit jelent vezetni? Ahogy mondtam, arra kérlek benneteket, hogy akik úgy gondoljátok, hogy mivel nem vezetői munkátok van, vagy vezetői szolgálatban álltok a gyülekezetben, ti nem vagytok vezetők, ezt most felejtsétek el. Ha családotok van, és férfiak vagytok, már pedig szerintem itt az első ajtón mentek vécére, nem a másodikon, akkor jó, ha tudjuk azt, hogy vezetők is vagytok. Lehet, hogy nincs tábla erről a nyakatokban, de azok vagytok. És egy picit így hallgassuk ezt, és engedjük meg, hogy Isten beszéljen egy picit a szívünkre ebbe a témával kapcsolatban. A vezetés a bűn hatása alatt tönkrement.
És bizony a világ szem előtt nem egy pozitív dologként jelenik meg. Nagyon olyan mélyreható változások mentek végbe a bűn miatt, a céltévesztés miatt, mivel az ember elszakadt és elidegenedett Istentől a vezetés területén is, ami a vezetetteket is elidegeníti a vezetéstől, és sok olyan ember, aki képes lenne a vezetésre, például a társadalom különböző alrendszereiben, nem vállalja föl ezt a hivatást, mert nem tud azonosulni azzal a sok rosszal, ami körülveszi ezt. Tehát, hogy mit is gondolnak az emberek, bocsánat, itt elment az ábra a vezetésről, visszatod neki? Oké, köszi. Ez az ábra, ez jól szemlélteti. Nem tudom, hogy nektek mi minden tárul el ez a kép. De ha ez egy szervezet, az eszembe se jutott, hogy egy gyülekezet, ha ez egy szervezet, ez egy zseniális szervezeti diagram. Megint elment, visszateszed nekem, Benni? Nem tudom miért. Igen, igen. Mert hogy egyből lehet látni azt, hogy ez a szervezet, ez milyen... Rakjátok vissza nekem, légy szívesen, engedelmeskedik. Lehet, hogy igen, ez annyira szent ez a környezet, hogy egy ilyen képet nem bír ki. Oké. Szóval látni, hogy hány szintje van ennek a hierarchiának, látni azt is, hogy milyen ennek a szervezetnek a kultúrája, ugye ott a madarakon látszott. Nem tudjátok visszatenni? Illetve azt is lehet látni egyből, hogy milyen ennek a közösségnek, szervezetnek a klímája, hogy hogy érzik magukat ott a munkavállalók, vagy az alkalmazottak. De megvárom, még visszateszek, és akkor ti is látjátok. Jó, akkor egy picit némítsátok le, hogy ne lássuk most ezt, ami itt van, jó? Ha nem lehet visszatenni. Nem? Szóval ami a fontos ebből nekünk, hogy... Számot vessünk azzal, hogy akkor, mikor a férfiasságban a vezetői elhíváson gondolkodunk, akkor lássuk azt, és főleg, hogyha gyülekezetvezetőként vagyunk itt, vagy egy munkahelyi környezetben vezetők vagyunk, akkor lássuk azt, hogy az embereknek az ehhez való viszonya az elég problémás, és oka van ennek. Hogyha csak arra gondolunk, hogy a 20. században mi minden történt, az első, a második világháború, több millió ember halt meg, aztán jöttek a nagy gazdasági válságok, abban megint több millió ember halt meg, főleg öngyilkosságok miatt. És ezt mindről tudjuk ezt, hogy ezek mind vezetői döntésekre vezethetők vissza, akkor ez egy nagyon, nagyon komoly és kihozanító felfedezés. Jó, oké, nekem nem jött vissza, de akkor ti látjátok. A másik, hogyha arra gondolunk, hogy most mi van a világban, most ugyanezt látjuk, hogy a világ valahol egy szakadék felé száguld, és nincs olyan messze a szakadék széle. És ezek mögött is vezetői döntések vannak. Olyan emberek döntései, akiknek másoknak a sorsa, az csak egy statisztikai adat, hogy elérjék a céljaikat a játszmájukban. És sok ember, sok család a számukra, az csak egy sakkbábú a táblán, egy sakkfigura a táblán. De nem csak a világban van gond a vezetéssel. Tehát, hogyha maradunk a magunk házatáján, a kereszténység a nyugati kultúrkörben legalábbis nagyon komoly krízisben van. A kereszténység a nyugati világban fogy. Nem tudom, a ti gyülekezetetekben ez hogy csapódik le. De nagyon sok helyen lecsapódik például úgy, hogy templomokat átalakítanak Tesco-nak, kocsmának, a Blahától, ha mentek a keleti pályaudvara felé, ott van egy ikonikus evangélikus templom, amiből konditerem lett, tehát hogyha valaki erre kíváncsi. A kereszténység szorul vissza, és ez a vezetésnek a krízise. Az a helyzet, hogy felelősek vagyunk azért, ami a világban történik, mert az Úr Jézus azt mondta, hogy Istennek az ellenszere arra, hogy a gonosz elérje a célját, az az egyház. Ti vagytok a föld sója. Mit jelent ez?
legalább három dolgot jelent a Biblia szerint a só, de az egyik az az, hogy akkor ez volt a hűtőszekrény. A romlási folyamatokat a só állította meg. Amikor azon merengünk és sajnáljuk magunkat meg a gyülekezeteinket, hogy milyen gonosz ez a világ, gyakorlatilag mindig magunkról beszélünk, hogy belőlünk veszett el valami, amire szükség lenne. És ez nem csak tőlünk nyugatra jellemző, sajnos, ha kis hazánkra gondolunk, akkor itt is az van, hogy az egyházaknak a nagyon nagy része nem azt teszi szóban és tettben, ami a dolga lenne. Sokan a politikusoktól várnak védelmet és erőforrást. Pedig igazából az egyház az, ami Krisztusnak a fegyvere, hogy legyőzze a gonoszt, és tudnunk kell azt, hogy keresztjének lenni az nem egy világképpel való azonosulás, nem egy szabálykövetés, főleg nem valamilyen politikai, bármilyen politikai párttal való azonosulás, hanem az Krisztus követése. Krisztus követése. És hát innen érdemes elindulnunk. A következő képet, ha kirakhatjuk, én nem tudom ezzel most kezelni, ugye? Hogy tudom? Hát próbálom. Nem csinál semmit. Rezeg egyébként, de nem csinál semmit. És a monitoron én nem látom most. Ti tudjátok léptetni akkor helyettem? Akkor megyek tovább anélkül, és majd megérkezik a kép, amikor megérkezik. Szóval akkor hova forduljunk, és honnan vegyük az alapokat ahhoz, hogy mit gondoljunk a vezetésről? Hogyan kellene ennek az egésznek kinézni? Amikor bármivel kapcsolatban elkezdünk gondolkodni, hajlamosak vagyunk magunkból kiindulni. De maga az Úr Jézus tanított bennünket arra, és példát is hagyott rá, hogy amikor fontos kérdésekkel állunk szembe, akkor ne a saját szükségleteinkből, igényeinkből induljunk ki, hanem először is nézzünk Istenre. És az első minta a vezetéssel kapcsolatban az a Szent Háromság mintája. Azt látjuk, hogy Isten egy. Ugye ez egy csodálatosan szép misztérium. Tehát az élet és az örökké valóság kell ahhoz, hogy ezt a titkot csodáljuk, megfejtsük, és egyre mélyebbre menjünk, és mindig lesz belőle vissza, ezért titok. Nem azért, mert nem tudhatunk róla, hanem mert olyan mélységei vannak. A másik pedig, hogy bármit is tudunk róla, ellenáll annak, hogy mi fölhasználjuk a saját céljainkra. Tehát, amikor a vezetésre gondolunk, sokszor indulunk ki abból, hogy társas lények vagyunk, ennek teremtett Isten bennünket. Egy közösség, hogyha el akar érni közösen célokat, akkor szüksége van koordinációra, megjelenik a vezetés igénye, és igen, ezt így le lehet vezetni logikusan. De nem jó kiinduló pont, hogyha magunkból indulunk ki, akkor félre fog menni ez a kérdés. Ahonnan ki kell indulnunk, ez az, hogy Isten teremtett meg bennünket a saját képére és hasonlatosságára. És az egyik csodálatos misztérium, titok, amit Istenről tudhatunk, ez a Szent Háromság. Mit tanít ez nekünk a vezetésről? Hát az első dolog, hogy ugye ez bár hármasság, mégis egy. Ezeket a személyeket meg lehet különböztetni egymástól, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, de nem lehet szétválasztani. Mit lehet tanulni erről a közösségről, erről az összetartozásról, amit semmi nem tud fölbontani? Hát azt lehet tanulni a vezetésről az emberek szintjén, hogy vezetők és vezetettek összetartoznak. Nem különülhetnek el egymástól. Tehát ha valaki vezetni akar másokat, és úgy érzi, hogy Isten őt erre hívta, nem lehet vezetni közösség nélkül. Péter apostol úgy fogalmazza ezt meg a levelének a végén, hogy írom nektek ezt én, a presbitertárs, a közöttetek lévő presbitereknek. Közöttetek lévő presbitereknek. Nem felettetek lévő presbitereknek. Nem tőletek távol lévő presbitereknek. Tehát vezessünk bármit, gyülekezetet, családot, civil életbe, akármilyen egyesületet, vagy a munkahelyen egy közösséget, nem lehet közösség nélkül vezetni. A másik, a Szent Háromság három megkülönböztethető személy. Tehát három személy egysége. Ez azt jelenti, hogy ez egy szent, most bocsánat, a teológusok ki fognak akadni, ilyen rendszeres teológusok ilyeneken, de hogy leegyszerűsítsem, ez egy szent csapat. A vezetés csapatmunka. Az, amikor egy embernek a magánszáma bármilyen közösségben a vezetés, ha az egy keresztény közösség, ha az egy keresztény szervezet,
akkor az nem tükrözi vissza Istent. Az nem hoz dicsőséget Istenre. Nagyon nagy árat kell fizetni azért mindenkinek, például amikor egy gyülekezetben túlon túl lelkészorientált a vezetés. Én is lelkipásztor vagyok. Hadd mondjam akkor, mint egy lelkipásztor. Nagy ára van annak, amikor a vezetést egy lelkipásztornak kell a hátán elvinni egy gyülekezetbe. Ez nem tükrözi vissza Istent, és sokba fog kerülni a lelkésznek, a családjának, a gyülekezetnek, és a társadalmi környezetnek is. Mert egy ilyen gyülekezet nem tud hatékony lenni a misszióban. A másik, vagy a harmadik dolog, amit tanulhatunk a Szent Háromságból, az egylényegűség. Tehát egy Isten van három személyben, de mindegyik isteni személy. Egyik sem istenibb személy a másiknál. Tehát egylényegűek az istenségükben. Mit jelent ez az emberek szintjén, hogyha vezetés szempontjából akarjuk megnézni? Ez azt jelenti, hogy a vezetők és a vezetettek is egylényegűek az emberségükben. Ha az emberi méltóságukat nézzük, akkor nem gondolhatjuk azt, hogy a vezető felsőbbrendű, hogy a vezető többet ér. Nem. Egylényegűek vagyunk, a vezető és a vezetett az emberségében és az emberi méltóságában ugyanaz. A negyedik dolog, amit tanulhatunk a Szent Háromságból, hogy bár egylényegűek, van egy szent hierarchia a szerepükben. Az atya kezdeményez, a fiú neki enged. A Szentlélek a fiúnak is, és az atyának is enged. Van egy olyan csodálatos együttműködés, összhang, amit ez a szent hierarchia ír le. Fontos dolog ez az emberek szintjén is. Amikor egy közösségnek küldetése van, tehát valamilyen feladatot, célt kell végrehajtania, azért létezik, ott meg fog jelenni a vezetésnek a szüksége, megjelenik akár az alá fölé rendeltség is. De nem azért, hogy az Úr Jézus a Máté 20-ban, ugye az egyik ilyen rangvita során a tanítja a tanítványokat, hogy hatalmaskodjanak egymáson, hanem hogy szolgáljanak vele. Tehát fontos, hogy egyfajta, a hierarchia az egy funkcionális, és nem méltóság vagy előjog alapú. Ezt mind tanulhatjuk abból, hogyha Istenre nézünk először, hogy mit jelent vezetni. A másik, amiről szerettem volna néhány gondolatot megosztani veletek, hogy mi is a vezetőknek a feladata. Azt meg tudom ígérni, hogy a prezentációt itt hagyom PDF-be, akinek kell, az majd akkor el tudja kérni. Szuper, ott van, csak én nem láttam itt. Oké, akkor nagyon röviden, a vezetőknek négy feladata van, ami, ha le akarjuk egyszerűsíteni azt a sok-sok mindent, amit a Biblia erről mond, ami egy dologból forrásozik. Ugye a középpontban ott látjátok Jézust, ez a nulladik feladat, és utána jön a többi négy. Ez azt jelenti, hogy a vezetésnek a forrása, a mintája, az ura és a bírája is Jézus Krisztus. Tehát a belőle való kapcsolat által, a vele való kapcsolatból merítve tudnak csak a vezetők vezetni, és ezek a nyilak azt akarják szimbolizálni, hogy tőle indul el minden és hozzátér vissza, ha jól csináljuk mi vezetők. Tehát mindenképpen vele kapcsolatos, a vezetők először követők, és csak utána vezetők, ez azt jelenti. Tehát az első feladat, az a Krisztus követése, a vele mélyen megélt kapcsolat, mert minden ebből forrásozik, minden ebből származik. De akkor az egyik a vezetés, ugye ez magától érthető, vezetőknek a dolga, hogy vezessen, erről majd mindjárt mondok egy-két dolgot egy másik diával, és ott visszatérek rá. De ott van a gondoskodás, ez az úgynevezett szolgáló vezetés. Ez a pásztori vezetésnek a leírása. A világ is tudatában van annak, hogy ez mennyire fontos. Csak mondom, hogy nagyon fontos, nagyon értékes és nagyon hasznos gondolatokat lehet tanulni, ha beírjátok ezt csak a Google-be, hogy szolgáló vezetés. Hogy nem hívő emberek keresik a választ arra, hogy ha a vezetés nem uralkodás, ha a vezetés nem hatalmaskodás, ha a vezetés nem elnyomás, akkor micsoda? És azt a választ találták, hogy szolgálat. Hogy az a jó vezető, aki szolgálja azokat, akiket vezet, hogy ők a legjobbak lehessenek abban, amit csinálnak. Ott van a harmadik, az együttműködés, ez is a vezetőknek a feladata, mivel, ahogy mondtam, a vezetés csapatmunka, időt, energiát kell befektetni abba, hogy együttműködjünk, hogy együtt haladjunk, hogy meglegyen az a konszenzus és egység, ami elengedhetetlen a vezetéshez. És ott van a negyedik dolguk, a reprodukció. Erről is fogok még beszélni, úgyhogy most abban nem mennék bele. Lépjünk a következő diára, értek szélesek, és mindig tegyétek ki a teljes diát. Mi a vezetés? Egy definíciót szeretnék adni itt. Tehát a keresztény vezető egy olyan ember, aki képes elérni azt,
hogy a közösségének a tagjai magukénak fogadjanak el Istentől származó közös célokat. Ezek elérése érdekében együttműködjenek Istennel, a vezetővel, vagy a vezetőkkel és egymással, felhasználva az Isten által rendelkezésükre bocsátott erőforrásokat, és eközben Isten által maguk is változnak, és változást is hoznak maguk körül. Hogyha valami ilyesmit jelent, ugye minden definícióból kimarad egy csomó minden fontos kérdés, ami ott mozog esetleg bennetek, de valahogy, ha tömöríteni akarjuk, ez ezt jelenti. Tehát akkor vegyük végig, képes elérni. Ez azt jelenti, hogy a vezető hatalommal dolgozik, hatalmat használ. Tetszik, vagy nem tetszik. Aki nem használ, aki ezzel nem tud megbarátkozni, aki nem kés, ez nem tud vezetni. Egy vezető hatást gyakorol. És mondhatnék sztorikat, de ugye az idő sajnos szalad. A másik a célok, az orientáció. A vezető célok felé fordítja a közösséget. Célokat dolgozik, célokat hoz be és fogadtat el, amiket elvileg Istentől kapnak. Ott az együttműködés, tehát a kooperáció, a vezető azért dolgozik, hogy összehangolja azt a sokféle ajándékot, érdekeltséget, szenvedélyt, ami ott van az emberek szívében, és ezek abba az irányba hassanak, amerre Isten hívja a gyülekezetet. És felhasználva az erőforrásokat, és a negyedik, hogy változást generálnak, tehát ők maguk változnak, a vezetettek változnak, és a gyülekezet hatására, a közösség hatására a társadalmi környezet változik, mert az evangélium ereje azt átformálja. Tehát a vezetők ilyen emberek. Sárgával jelölt szavak azt mutatják meg, hogy mi a különbség a keresztény és a nem keresztény vezetés között. Ha azokat kihagynám, akkor is működne a definíció. A cégek így gondolnak a vezetésre, Isten nélkül. Ezzel csak azt akarom mutatni nektek, hogy a vezetés az egy univerzális dolog. Azt nem a világ találta ki. Az a teremtettségből adódik. Isten közösségi lénynek teremtett bennünket, és azt akarja, hogy ezek a közösségek haladjanak az ő által a kitűzött célok felé. Tehát a vezetés kivehetetlen a képletből. Az egy más kérdés, hogy ahogy a bűn mindent tönkretett, ezt a területet is tönkretette, és a vezetéssel vissza lehet élni, és olyan eszközöket is lehet használni, amik szembe mennek Isten akaratával. De a vezetés univerzális, éppen ezért lehet tanulni a tudomány eredményeiből, és lehet tanulni az igéből, az ige tekintélyével viszont tudjuk mérni azt, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem. Szóval sokat lehet tanulni belőle. És ott van a négy közül a negyedik, a reprodukció, ami a hétvége témájához kapcsolódik. Tegyétek illetszes a következő diát. Ugye ez azt jelenti, hogy az új vezetők felkészítéséről beszélünk, és ez azt jelenti, hogy a jelen emberei befektetik az életüket a jövő embereibe, hogy Isten országának a munkája tovább menjen. És nem csak elveket találunk a Bibliában, hanem rengeteg példát, Mózes, Józsué, Sámuel, Dávid, Illés, Elizeus, az Úr és a tanítványok, Barnabás, Pál, Timóteus, hemzseg a Biblia ezekkel a mintákkal. Mégis azt kell mondjam nektek, hogy az egyik legjobban elhanyagolt terület a négy vezetői feladat közül, az ez. Van, aki bólogat, van, aki nem. Nem tudom, mennyire értetek egyet. Akik vezetők vagytok, mennyit gondolkodtak ezen? Mennyi időt szántok erre? Hány olyan fiatal van, akit megszólítottatok, magatok mellé vettetek, beleöntitek az életeteket, hogy a következő generációban folytatódjon Isten munkája. A reprodukció egy teremtési elv. Ugye 1 Mózes 1.11 azt mondja, hogy Isten úgy teremtette meg a növényeket, hogy maghozók legyenek, és ugye ezen keresztül a saját fajtájukat fönn tudják tartani. Az embernek ugyanazt a parancsot adta, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, képessé tett bennünket erre. És Isten azt mondta mindezek után erre, hogy ez jó. És ugyanerre hív bennünket, vezetőket, a Szentírás is, 2 Timotos 2.2 majd elő fog jönni. Majd látni fogjuk. Tehát a vezetőknek ez a negyedik feladata, hogy másokba befektessék az életüket, akikből utánuk majd vezetők lehetnek, ez nagyon-nagyon fontos. De van valami, illetve sok olyan dolog van, ami ezzel ellen hat, van valami, amit szeretnék most kitenni nektek. Ez egy generációs szakadék, ez az úgynevezett generációs gap, hogy elválasztja valami a fiatalokat és a
az idősebbeket. Tegyétek ki létszés a következő diát. Na, ezt el tudjátok olvasni onnan, ahol ültök? A fiatalság rosszul nevelt fittyet hány a tekintélyre, és semmiféle tiszteletet nem tanúsít az idősek iránt. Manapság a fejünk nem állnak fel, amikor a helyiségbe belép egy idős ember, feleselnek a szüleikkel, és fecsegnek ahelyett, hogy dolgoznának, egyszerűen kiállhatatlanok. Második. Nem táplálok többé semmiféle reményt országunk jövőjét illetően, ha holnap a mai fiatalság kerül hatalomra, mert ez a fiatalság kibírhatatlan, nem ismer mértéket, egyszerűen rettenetes. A világ válságos helyzetbe került, a gyermekek nem hallgatnak többé a szüleikre, nem lehet messze a világ vége. És az utolsó gyöngyszem, a fiatalság velejéig romlott, a fiatalok elvetemültek és semmire kellők, sohasem lesznek olyanok, mint a régi idők fiatalsága. A mai fiatalok nem lesznek képesek megőrizni a kultúránkat. Lelkipásztoroknak ezt már mutattam, de akik ezt nem ismeritek, van-e elképzelésetek, hogy ezt honnan szedtem, honnan származik? Magyar nemzet, békehírnök, igen. Na, tegyétek ki. Ma ége. Ott látjátok. Szókratésztől, Hészaidosztól, egyiptomi szerzetesektől, 2000 évvel ezelőttről, a babiloniak táblákról, 3000 évvel. Szóval, hogy ez azt mutatja, hogy ez a fajta viszonyulás generációk között egymáshoz, ez nem új keleti dolog, ez nem ma. Nem a mai idősek gondolják ezt a fiatalokról. Amikor bolondok voltak az idősek, mindig ezt gondolták a fiatalokról. Hadd mondjam ezt még egyszer. Amikor bolondok voltak az idősek, mindig ezt gondolták a fiatalokról. Ha ez a szakadék ott van az idősebb generáció és a fiatalabb között, nem lesz lehetséges az utódnevelés. Ki szeretne egy ilyen idősebb emberhez kapcsolódni, hogy fölkészüljön az elette álló kihívásokra, és felelősséget vállaljon bármiért, mondjuk a gyülekezetért? Szerintem senki. Szóval Istennek ez nem kedves, ez nem tőle van. Ez a fajta kritikus szemléletmód, amikor a generációk egymást kölcsönösen elutasítják, a fiatalok is meg tudják ezt tenni, én tudom. Tehát ugyanúgy áll ez a másik oldalon is. Az ellene dolgozik annak, hogy ez a staféta átadás egészségesen megvalósulhasson és történhessen. Az Ószövetség utolsó könyvének az utolsó mondata az így hangzik. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek és meg ne verjem a földet átokkal. És ezután 400 év csend következik, és eljön Jézus, hogy ezen is fordítani lehessen. Szóval a gyülekezet pont az a közösség kell, hogy legyen, ahol nem így gondolkodnak egymásról a generációk. Le kell bontani magunkban, hogyha szeretnénk tényleg átadni bármit is a következő nemzedéknek. Lépjünk tovább a következő diára, és azt is hamar léptessük. Ugye akkor a következő ilyen témánk, ez az utódlás, hogy hogyan is tudjuk a vezetést például örökül adni másoknak. Mik szólnak az utódlás mellett, a tudatos utódás mellett? Miért ne bízzuk ezt a véletlenre? Tegyétek ki, légy szíves mindegyiket, és akkor nem kell forgolódnom itt. Az egyik ugye nagyon könnyű belátni, de mégis olyan nehezen hat ránk annak a felismerése, hogy senki nem él örökké. A küldetésünk túlmutat rajtunk. Tehát ha mi most azt mondjuk, hogy nagyon fontos az a küldetés, amiben állunk, de nem fektetünk abban, hogy a következő generációt tovább vigye, akkor meghazudtoljuk magunkat. Mert a küldetés túlmutat rajtunk. Amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy kivezetem Egyiptomból az én népemet, akkor erre nem volt elég Mózes élete, de még Józsué sem, a befejezés az több generációval utána sem történt meg, sajnos úgy, ahogy Isten azt elképzelte. De több generációs egy-egy olyan vízió, ami Istentől származik, és egy közösség elindul annak a megvalósításában. Az utódlásról akkor érdemes gondolkodni, amikor még képesek vagyunk befolyásolni annak a menetét. Nagy a kiszámíthatatlan veszteség és kockázata annak, hogyha
krízisekre hagyjuk. Tehát amikor valaki kiesik, betegség, haláleset, bármi. És akkor hirtelen kellene egy vezető. Na, neki készült föl erre? Szóval nagy a kockázata, és sokat lehet veszíteni. A harmadik, egy jó utódlási folyamat időigényes, és gyakran nem sikerül elsőre. Ez azt jelenti, hogy lehet, hogy valakiben láttál valamit, de időközben kiderül, hogy ez mégsem az. Nem baj, ha befektettél, meg fog térülni máshol, de lehet, hogy nem lesz meg a következő vezető. Tehát ez több próbálkozás is kell hozzá, több emberrel is kell dolgozni. A belebotlás, tehát találni akkor lehet, ha keresünk. Ez nagyon fontos, hogy lehet, hogy nem lesz minden potenciális jelöltből vezető, akibe befektet egy másik vezető, de mégis rátermett szolgálattevőkkel növekszik a gyülekezet, a befektetés így vagy úgy megtérül, és ez nagyon fontos. Az utódlás lehet válasz a továbbfejlődés kérdésére, tehát a generációs adaptálódásra. Vannak olyan jellegű problémák, amiket a következő generáció sokkal jobban meg tud csinálni, akkor is, még hogyha mi az arcunkon pörgünk. Érdemes őket behívni, teret adni, és engedni, hogy hatással legyenek a gyülekezetekre. A következő dián egy történet van, Mózes és Józsué utódlási folyamatáról, hogy hogy is történt ez az egész. Most nem olvasom föl az egész sztorit, ismeritek is talán, de kiemelni szeretnék belőle néhány dolgot, ami nagyon fontos a következő dián, és aki majd igényli, Péterik elküldik, meg tudjátok ezt nézni. Tehát tegyük ki a következőt. Láthatjuk ezekben a történetekben, hogy kik az utódlás folyamatának a résztvevői, és hogy mi a szerepük. Első ott van Isten, ő az, aki kiválaszt, időzít és megbíz. Azt mondja a Mózesnak, hogy figyelj ide, Mózes, ott van Józsué, én kiválasztottam őt, vedd magad mellé, mert még van egy kicsi időt hátra, de nincs sok, föl kell, hogy készítsd. Ott van az előd, Mózes, ő kezdeményez, legalábbis Józsuénál, ő az, aki maga mellé hívja őt, felkészíti, ha az előzményeket is elolvassuk, akkor láthatjuk azt, hogy Mózes megengedte, hogy Józsué ott legyen mellette éveken keresztül, és mindent lásson, amit ő csinált. Aztán ő legitimálja a nép előtt a végén, hogy elfogadják, mint vezetőt. Ott az utód, Józsué, az átvevő. Felelősséget vállal, felkészül, tehát nem azonnal ő lesz a senior, nem is tudom milyen, vagy a... Mik is a legmagasabb cégek most a címek a cégeknél? Milyen? Na jó, de milyen CEO, szóval valami nagy vezér. Hanem beleáll felelősséggel kisebb jelentőségű dolgokban, és szépen tanulja meg azt, amit Mózes csinál fokról fokra. Aztán ott van a nép, tehát nem csak kettejük között zajlik valami, hanem ott van Izrael, mi esetünkben ott van gyülekezet. A nép felismeri és elfogadja Isten választását az új vezetőben, de egyben elvárást is támaszt. Ott a történetben, ha olvassátok, azt mondja a nép, hogy oké, Józsué, mi követünk téged bármiben, de legyen veled Istened az Úr, ahogy Mózessel is volt. Van egy elvárás, egy jogos elvárás. És ott a társadalmi környezet, Izraelnek a környező népek, nekünk ott van a gyülekezet körül a település, a régió, akár az ország is, országos közösségként, és mindenki nyer vagy veszít egy jó vezetőváltással, vagy egy rossz vezetőváltással. És hogy mi az utódlásnak a tartalma? Mi kerül átadásra? Hát Mózes átadja a vezetői szerepet és a felelősséget. Aztán átadja a felhatalmazást, vagyis a hatalmat, ezzel a hatáskört, hogy Józsué eljárhat. Átadja a tudást, a tapasztalatot, de átadja az értékrendet, ami az alkalmasságnak a feltétel rendszerét tartalmazza. Amikor olvassuk azt, ugye, hogy légy erős, légy bátor. Hogy ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, tehát az ige legyen a tekintély fölötted, mint vezető fölött. Ezek mind-mind az értékrendnek azok az elemei, ami az alkalmasságnak a feltételrendszerét adják. Felismerhető ebben valami normális folyamat? Igen, fel. Ami alkalmazható, akár most a gyülekezeteinkben is. Tegyük ki a következő diát, lehetek szívesek. Itt látjuk azt, hogy Jézus és az apostolok hogy gyakorolták, és hogyan gondolkodtak erről. A János 17 Jézusnak a főpap imája, az egy olyan ima, ami még mindig, még itt a 21. században is tartja az egyházat. Ez az ima tartja az egyházat.
Jézus annyi mindenért imádkozhatott volna, és figyeljétek meg, hogy ebben az imádságban, amiben nagyon sok dologra kitér, ahogy az atya elé leteszi a tanítványi kört, miket mond, sárgával kiemelve, ugye, hogy amiket nekem adtál, átadtam. Jézus is gyakorolta ezt az átadást. Ők pedig befogadták. És akkor mondja, hogy értük, könyörgök. De a végén, ha nézitek a 20. versnél, azt mondja, hogy de nem értük, könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek bennem. Tehát ránk is gondolt, meg a fiataljainkra is gondolt, meg azokra a gyerekekre, akik még nem születtek meg, de megfognak és megtérnek majd. Tehát Jézus előre gondolt, és látott egy ilyen ívet, egy olyan csodálatos folyamatot, ami nem szakad meg, és generációra generációra adják át a tanítványok egymásnak azt az elhívást, amit tőlük kaptak. És Pál ugyanerről beszél a 2 Timoteus 2.2-ben. Amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. Figyeljétek meg, hogy ez egy 4 generációs stratégia, amiről itt Pál beszél. Itt van Pál, azt mondja, tőlem hallottad. Itt van Timóteus, neki írja ezt. És itt vannak a megbízható emberek, akiket Timóteusnak kell megtalálni, és ott vannak azok a mások, akiket majd ezek a megbízható emberek fognak tanítani, felkészíteni. Tehát, hogy nem is feltétlen csak egy generációval kell egy vezetőnek előre gondolni, hanem lehet, hogy egy gyerekben is lehet gondolkodni, hogy már sejtünk, látunk benne valamit. Nem csak az ifjúságban, a 20 évesekben, hanem a lejjebb is lehet gondolkodni, és felfedezni azt, hogy ott Isten valakiket készít egy olyan szolgálatra, amihez nekem talán közöm van. Szeretnék kitenni 2 definíciót az utódlással kapcsolatban, hogy így összegezze, hogy akkor ez mit is jelent. Az első, az egy nem keresztény szakirodalomból származik, ez ugye súlyos dollármilliárdokat jelent cégeknek, hogy az utódlásra hogy is gondolnak. Hát nem akarják elveszíteni, gondolkodnak rajta rendesen. Ennek komoly szakirodalma van. Lehet belőle sok értelmes dolgot tanulni. De az egyik nagyon rövid, frappáns definíciójuk az az, hogy az utódlás egy olyan folyamat, amelyen belül átadják a vezetést generációk között. Hát nem erről beszél Pál Timóteusnak? Pont erről beszél. Adom át neked, hogy te átad másoknak, akik majd átadják másoknak. Pont erről beszél. Tehát ha össze akarjuk foglalni, akkor az utódlás egy Isten által kezdeményezett, de általunk átgondolt szisztematikus erőfeszítés. Tehát, hogy tudom, hogy mit csinálok. Annak érdekében, hogy biztosítsuk a gyülekezetekben a kulcsvezetői szerepeknek a folyamatosságát, megőrizzük és fejlesszük a látást és az értékrendet, továbbadjuk a tudást és a tapasztalatot. Annak érdekében, hogy a gyülekezet ne csak a jelenben, hanem a jövőben is képes legyen betölteni a küldetését. A jövőt mindig a jelenben munkálják a bölcsemberek. Ugyanakkor szeretném újra ezt föltenni, ezt a kérdést, hogy ha vezetőként vagy itt, főleg, hogyha gyülekezeti vezetőként vagy itt, mennyit gondolkodsz ezen? Van-e időd, amit erre szánsz? Van-e elképzelésed róla, hogy te mit csinálnál egy fiatallal, hogyha megkérdeznéd, hogy hajlandó-e melléd jönni, és te szívesen adnál az időből, az életedből, megosztanád azt, aminek mit csinálnál vele? Az ige arra hív bennünket, hogy ebben legyünk tudatosak. Miért fontos ez az utódlás kérdése? A következő szlájdot tegyük ki, srácok, lehetek szívesek. Mert látjuk azt, hogy amikor ez háttérbe szorul a vezetőknek a szemléletmódjában, akkor komoly problémákhoz fog vezetni. Itt látunk igéket a Bírák könyvéből, ugye ezek történelmi példák. Abban az időben nem volt király Izraelben, mindenki azt csinálta, ami neki tetszett. Azt látjuk, hogy Mózesnek volt gondja arra, hogy Józsuét, mint utódot fölkészítse. Ugyanezt nem olvasjuk Józsuéról. Józsuéról sok jót olvasunk. Sok szempontból kiváló vezető volt, méltó utódja Mózesnek. De nem olvasunk arról semmit, hogy mit tett azért, hogy kinevelje az utódját, ahogy őt kinevelte Mózes. Utána mi történt a Bírák korába? Hát ez, amit itt olvasunk. Izrael egy ilyen hullámvasúton ült rajt, állandóan. Nagyon komoly gondjaik voltak. Példabeszédek könyve ügye, hogyha vezetés ilyen értelemben sérül, hogy nincs folytonosság benne, ugyanígy áll rá. Amikor nincs látás, a nép elvadul. Vagy az Úr Jézus mondja, ugye, hogy a vak vezet világtalant, nem esnek-e mind a ketten verembe. Amikor hiányzik az a vezető, aki látja azt, amit Isten láttat vele, amit látnia kell,
törvényszerű, hogy a közösség verembe fog esni. A következő diát, ha kitesszük, és most már mindjárt végzek, akkor láthatunk egy folyamatot, egy egyszerű, négylépéses folyamatot. Tehát, ha azon gondolkodunk, hogy hogy lehetne jól csinálni ezt az átadás átvételt, akár generációkra gondolunk, akár egyes emberekre gondolunk, akár csak kinevelünk valakit, és utána szeretnénk teret adni, de mi is benne maradunk a vezetésbe. Tehát amikor hozzuk fel az újakat, akkor ezt javasolják, ez a szakirodalomból az egyik legegyszerűbb ilyen modell, beenged, megenged, átenged és elenged. Amit én ebből most kiemelnék, az az, hogy mindegyik fázis bizonyos értelemben érzelmi nehézségekkel is jár. Nem könnyű egy vezetőnek kiadni a kezéből, hogy más fogja azt meg és csinálja tovább. És megvannak ennek a mindegyik stádiumnak ilyen szempontból a nehézségei, de a lényeg, hogy ez átgondolható. Az ige is, és sok-sok kutatás is segít minket abba, hogyha ebben jók akarunk lenni, akkor csináljuk jól. És amivel befejezni szeretném, most nem is tudom, hogy kijön a következő dia, az igen. Hát ezt hamar átléphetnénk, én csak azt mondom, hogy kiválasztani sem könnyű, és ez egy eszköz, amit javasolnak. Látjátok, hogy ez egy mátrix, az egyik ez a teljesítmény, a másik a vezetői potenciál. És hogyha ezt figyelitek, akkor meg lehet találni a következő generációba azokat, akikbe érdemes fektetni. Azokat érdemes keresni, ott látjátok, hogy az a nézet lefedi, akikben van legalább egy közepes, fejleszthető vezetői potenciál, vagy magas, vagy akik a teljesítménye megfelelő, vagy kiváló. Tehát, hogy látjátok azt, hogy ha valamit rábízunk, akkor mit csinál belőle? Ha valaki ezt félváról veszi, ha az úgy van megcsinálva, hogy jó lesz az úgy, akkor könyörgöm, ne abba fektessetek. Keressetek olyat, aki a teljesítményével is Istent akarja dicsőíteni. A másik tengely, a vezetői potenciál pedig az ajándékorientáltság. Hogy Isten kinek adott valamilyen karizmát vagy tehetséget arra, hogy vezetőként megállja a helyét. Ezt lehet figyelni a fiatalokban. És azokat kell választani, akikben látjuk a lehetőséget, hogy megtérül a befektetés. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, de hadd mondjam azt, hogy Jézusnak a szolgálata, hogy tanítványi kört épített maga köré, mivel kezdődött? Márk 3 eleje. Kiválasztással. Kiválasztással. Ez nem egy ördögtől való dolog, ez egy Istentől való dolog. Nekünk meg annál is inkább komolyan kell vennünk, mert mi nem vagyunk olyanok, mint Isten, nem vagyunk mindenhatók, nem vagyunk mindenütt jelenvalók, és nem fogunk élni örökké. Korlátosak a lehetőségeink. Hogy azt hova fektetjük be, nekünk végig gondolni. Ez abban ad egy támpontot. És akkor az utolsó diát rakjátok ki, kérlek. Szeretnék visszatérni ahhoz, hogy bármilyen területen is vagyunk ott felelősen, mondhatom, hogy vezetőként, ez egy fontos gondolat, és főleg az elsővel a fiatalokat szeretném egy picit challenge-elni, megszólítani, hogy mindenki felteszi valamilyen oltára az életét. Mindenki. Ha Isten hív téged, hogy egy közösségben vállalj szerepet, egy gyülekezetben vállalj vezető szerepet, és azt mondod, hogy nem, akkor egy másik oltára úgyis felrakod. Mindenki felrakja valamilyen oltár az életét. Ha igen mondasz a vezetői szerepre Isten országában, akkor egy olyan szolgálatra mondasz igent, ami a legígéretesebb és a legértékesebb dolog, ami ma a Földön zajlik. Nem erről szólnak a vezető hírek, hogy az egyház mit csinál itt a Földön. Nem milliárdokat mozgatunk, de lelkeket mozgatunk. Van a kincsképzés a Földön, és van a kincsképzés a mennyben. A gyülekezetnek nincs alternatívája itt a Földön. Vagy mi csináljuk ezt, vagy senki. Ha valakinek Isten adott ajándékokat arra, lelki ajándékokat, vagy természetes tehetséget, talentumokat, ami a vezetésre alkalmas, fontold meg, hogy nem lenne a legjobb és a legméltóbb, ha az Isten országában is hasznosulna. Elsősorban ott, és esetleg kapna valamit a világ is belőle.
A Péter apostol úgy fejezi be, hogy azt a tanácsát, vagy azt a részt, amit a presbitereknek ír az első levelének a végén, az 5. fejezetben, hogy amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját. Isten nem marad az adósunk. Az egyik legfontosabb dolog, amiben fektethetjük az életünket, attól függően, hogy milyen talentumokat kaptunk, kezdjük az elején, az a családunk. Ha nekünk van családunk férfiként, akkor annak mi vagyunk vezetői. Ott van a tágabb rokoni kör, ahol jelen vagyunk, ott van a munkahelyünk, a baráti körünk, és ott van a gyülekezetünk, Isten országa. Aki te vagy, azt visszaadhatod Istennek, fölteheted az életed erre az oltára is. Felelősséget vállalhatsz. Ha valaki ilyen munkát kíván, azt mondja az ige, jó munkát kíván. És eléghet máshol is. De mennyivel jobb, hogyha ez kincseket képez a mennyben. Arra akarlak kérni benneteket, hogy egy picit csendesedjünk el, csukjuk be a szemünket, és akárha segít. És gondolkodjatok azon, hogy itt volt ez a nagy téma, ami az egész héten elkísér bennünket, a staféta átadás, a tudatos átadás, átvétel úgy, hogy mindkét generáció jól járjon. És ma a fókusz, az a vezetés volt, és ez a staféta átadás. Neked mi közöd van ehhez? Most túl azon, hogy a Péterék megálmodtak valamilyen tematikát, és most ezért erről volt szó ma este. Mi közöd van ehhez? Híve Isten téged valamire ezzel kapcsolatban. És hogyha úgy érzed, hogy valamivel kapcsolatban megszólított, akkor most van egy pici idő csendben lenni, imádkozni, és egy kis csend után én befejezem imádsággal, és visszaadom a szót Csabinak. Úgyhogy csukjuk be a szemünket, hajtsuk le a fejünket, imádkozzunk. Gondolkodj azon, hogy mi közöd van ehhez a témához, Isten mit akar elérni a te szívedben ezzel a témával kapcsolatban. Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te annyi mindenért adtad oda magad. Mentél fel a keresztre, hogy kiszabadítsd a bűnnek az uralma alól, és hogy ebben ott van a vezetés kérdése is. Ahogy mi férfiak vezetjük először is a saját életünket, utána a családunkat, a ránk bízott közösségeket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mintát is adtál. Láthatjuk, hogy te hogy csináltad, hogy használtad föl a hatalmat arra, hogy szolgálj és hogy ne uralkodj. Segíts nekünk tanulni tőled, segíts nekünk követni téged. És te tudod, hogy itt külön-külön mi honnan jövünk, hogy miről szól az elhívásunk, hiszen az tőled van. Van, akinek ezt a családjával kell megélni, lehet, hogy valakinek a munkahelyen kellene ezt jól megélni, van, akinek a gyülekezetében kell ezt megélni, vagy egy baráti körben. Kérünk, segíts nekünk követni téged ebben is. Tudjunk olyan vezetők lenni, amilyen te voltál, és amilyen te szeretnéd, hogy legyünk. És segíts nekünk azon is gondolkodni, hogy az elhívás, amit kaptunk, az nem a miénk, az a tiéd. És hogy te olyan dolgokra hívtál bennünket, amik nagyobbak, mint mi. És hogy sok-sok olyan dolog, amire Isten népét hívtad eddig, és hívtad a miénket is, az túlmutat rajtunk. Hogy szükség van a mögöttünk lévő generációkra. Segíts nekünk, Urunk, akiknek ezt látni kell, szeretni a fiatalokat. Látni bennük a szépet, látni bennük a jót, látni bennük azt a potenciált, amit te helyeztél el bennük, megbecsülni azt. És imádkozom, Uram, a fiatalokért, hogy ők is lássák ezt magukban, és azt is lássák, hogy az előttük járó generációkban nagyon sok érték halmozódott fel, amit nekik át kellene venni, ad, hogy tudjon ez jól működni a te dicsőségedre, és az Isten népének a javára, és a világnak az üdvösségére. Add, Uram, hogy az egyházat tudjon világítani a vezetés miatt is. Amen.
teszek minden lábad elé, mi nélküled benne volt kár és szemét. Uram, szívemet átadom én. A szívemet átadom én. Ó, nézd, könyörög lelkem új életét, és tőled hiszem üdvömért vére elég. Uram, szívemet átadom én. A szívemet átadom én. Ó, hadd kiáltok hozzád, szent lelkedé. Jöjj, tölts be át teljesen, szentté tegyél. Uram, szívemet átadom én. Uram, szívemet. Uram, szívemet. Lassíts végre, állj meg, nézz fel, hadd fedje fel terveit. Útja magasabb, mint a te utad, felfedi terveit. Légy bátor szívem, rendíts. Urad itt áll, hisz Urad itt vár. Őrizd arményt, még áttör a fény. Ő sose téved, ő sose téved. Sose téved, bátor szíved, nem tűnhetett el.
szólított, az összes csillagot. Tudom, hogy állod ígéretet, hogy feltámadok győztesen. Kinéven szólítom, az összes csillagot. Tudom, hogy áll ígéretet, hogy feltámadok győztesen. Hívok mindenkit, hogy álljunk fel a következő dalra. Úr Jézus, megváltom, nincs senki olyan, mint te. És a dalnak a végén pedig egy másik dalnak a bridge részét fogjuk elénekelni, ami pedig arról szól, hogy üres a sírbolt, megnyílt a kárpit, hol a fulánkot bűnhalál. És engem annyira bátorít az, amikor az ige azt mondja, hogy annak a szelleme munkálkodik bennünk, akik feltámasztotta Krisztust a halottak közül. És olyan jó, hogy ahol az Úr kiárasztja az ő lelkét, ott nincs maradása a halálnak és a halál fele való tendenciának. Én hiszem, hogy minél inkább újra meg újra be tud tölteni minket ő, és újra meg újra meg tudunk újulni benne, annyira úgy fog kiszorulni a halál és a halál tendenciája, a kihalásnak a tendenciája. És ennek a feltámadásnak az erejét fogjuk közösen megvallani, és újra ebbe belekapaszkodni ebben a dalban. Te szereteted nagy voltál. Vigaszom, oltalmam, menedékem várom, ami vagyok, egész való, téged szomjas, föld
Adj dicsőséget a felségesnek, hegyek hódoljatok szó, tenger, a mi Úrunk nagy nevének. Életem hűséget és kegyelmet, örökké szeretne én Istenet, semmi sem ér fel a te az Úrnak, te föl énekel, adj dicsőséget a felségesnek, hegyek hódoljatok, szúj tenger, a mi Úrunk nagy nevének. Éneklem hűséget és kegyelme, örökké szeretlek én Istenem, semmi sem ér fel a te jelenléteddel, semmi sem ér fel a te jelenléteddel, semmi sem ér fel a te jelenléteddel. És üres a sír volt, megnyílt a kárpit, hol a fullánkot bűn alá. Újjong a mennyi, csak téged dicsőít, mert újra élsz, feltámadtál. Egyedül méltó, drága megváltó, és Isten van, tiéd az ország.
Tamás, köszönjük szépen az előadásodat, ami több volt, mint üres szavak. Isten szavát és üzenetét tolmácsoltad, azt hiszem, minnyájunk számára.